Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Benyó Gábor, a Tábita Gyermek Hospice Ház orvosigazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Köszönöm. És a hallgatóknak annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy Gáborral nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőnknek kényelmetlen lenne, hogyha nem tegeződnénk, úgyhogy ezt a következő 40 percet, 3/4 órát ezt így tegeződésben töltjük, hogyha te is egyetértesz velem, Gábor. Természetesen, köszönöm szépen. És akkor nem, mintha ez egy vizsgaszituáció lenne, de én egy dátummal kezdenék. 2011. szeptember 5-e. Ez a dátum mit jelent az életedben? Biztos vagyok benne, hogy bevésődött. Hát ez a Tábita Gyermek Hospice Háznak a megnyitása volt, ami egy nagyon örömteli esemény volt, unikum, és nagyon sokáig készültünk rá, mert hogy 2010 elején, közepén már megkezdődtek a szervezések, és várakozás, hogy mi lesz ebből, hogy fog alakulni. Az előkészítő munkában mi volt a legnagyobb feladat? Az elfogadtatás? Mert én arra gondolnék kívülállóként, mert hogyha gyermekhospice ellátásról van szó, akkor hiába ez a sok év munka, amit akár te befektettél itt az országban, de még mindig, minthogyha tabu döntögetésről lenne szó. Igen. Tulajdonképpen az első lépések ott voltak, hogy én magam is elfogadjam azt, hogy mivel szeretnék majd foglalkozni, vagy mibe vágtam a fejszémet. És azt kell, hogy mondjam, hogy számomra is egy folyamatos tanulás és fejlődés ez az út, és ebből a szempontból ez nagyon, nagyon jó dolog, hogy mindig van mit tanulni és merre menni. Tanulhatok kollégáktól, gyerekektől, szülőktől. Ez volt az első lépés. Aztán az, hogy valami olyat megcsinálni, ami nincs Magyarországon, amire nincs példa, mert hospiceház volt, gyerekhospiceház nem volt. Igazándiból abban nem is gondoltam bele, hogy a szakma ezt hogy fogja később fogadni, megmondom őszintén, vagy az emberek hogy fogják fogadni, mert volt valami, amit egy ilyen szinte hivatástudattal meg akartam csinálni, és ez motivált folyamatosan. De tudod, ez a hivatástudat, ez feltételezni azt, hogy mondjuk egy orvos családban nőttél fel, hogy már gyerekként kikristályosodott, hogy mivel szeretnél foglalkozni, és közben meg akár lehettél volna színész is, hiszen statisztáltál, hiszen színpadon voltál, lehettél volna matek-fizika szakos tanár, hiszen matek-fizika tagozatos osztályban jártál a gimnáziumban. Volt egy olyan pillanat, amikor ez a hivatástudat mégis megtalált? Egy ilyen robbanás? Vagy nem? Nem volt? Nem. Nem volt. Mindent nagyon szeretek csinálni, ami érdekel. Ez most egy ugye divatos mondani, hogy azt csináld, amit szeretsz, és szeretd, amit csináld. Ez jött. És valamikor jött az, hogy orvoslás, hogy más emberek, hogy aztán, hogy gyerekek, aztán, hogy a krónikus betegekkel való foglalkozásnak a szépsége. És úgy éreztem, hogy mindenben lehet csinálni azt a mást is, amit nagyon szerettem. A logikus gondolkodást, a színészkedést, egy versmondást, egy éneklést, a művészetet bevinni az orvoslásba. Nem mondanak szerintem ellen. De ezek például hogyan találtak meg, akár a színészkedés? Szüleimmel szerettünk énekelni, sok komoly zenét hallgattunk, könnyű zenét is, hát akkor még kazettás magnók, meg néhány csatorna az éterben. Vadásztunk dipólantennával az különböző egyéb adókra, és aztán a gimnáziumban a irodalmi színpad, a nyelvtan,
mondjuk azt nem annyira szerettem, de... A nyelvtant? Igen. Volt olyan, hogy mindenből ötösen volt egy kegyelem nyelvtan hármassal. Egy kicsit fölkerekítették a jegyem, mert ez mégis szebben görbül. Úgyhogy ezek úgy megtaláltak, illetve azt gondolom, hogy az ember körül ott van egy csomó szépség, és egymásra kell találni, nyitottnak maradni, és azokat a élményeket megpróbálni élni, meglátni, amik ott vannak körülöttünk. De az fel sem vetődött, hogy nem az orvosira adott be a jelentkezésedet, és nem oda mész felvételizni? Hát az az igazság, hogy nem készültem úgy tudatosan, hogy hova megyek, vagy mit csinálok majd. Az valahogy adottnak tűnt, hogy matek fizika fakultációra megyek. Ugye abban az évfolyamban nálunk kezdődött ez a fakultációs rendszer. 1980-79-83, valahogy úgy a kettő között. És 8 óra matek hetente, és 5 óra fizika, és akkor egyszer csak a negyedik elején, amikor úgy az ember már jobban elgondolkozik, akkor jött az, hogy hát akkor legyen majd orvosi, és akkor biológia, fizika az maradhatott, és akkor a matek fakultáció mellett még elkezdtem biológiát is készülni, és a töri tanár pedig néha mondta, hogy és akkor adna nekem egy feladatot, mert tudja, hogy szeretem a történelmet. És akkor emellett azt hiszem abban az évben volt egy diák találkozó Sárospatakon, ahol irodalmi színpaddal is mentünk, úgyhogy végül is volt mindig mit csinálni. De olyan, mint hogyha próbált volna néha kizökkenteni az élet, és próbára tett, hogy még mi mindenben vagy jó, de hogy ha azt is mondod, hogy nem volt ilyen nagyon egyenes az út előtted, és nem tudtad pontosan, hogy mit szeretnél csinálni, az élet segített és terelgetett. Hiába voltál mondjuk jó a színpadon, vagy jó a töriből, mégiscsak az orvosi felé terelgetett az élet. Lehet ezt mondani, igen. És mit szólt a család? Ugye orvos, ha jól tudom, nem volt előtted a családban. Féltettek ettől a pályától? Abszolút nem. Sőt, talán valamennyire még szerették is volna, vagy elfogadták. Nem beszélgettünk úgy, de amikor mondjuk tranzisztoros rádiókat szerelgettem, vagy éppen fizika versenyre mentem, annak is nagyon örültek. Tehát rám bízták igazándiból ezt. Aztán elkezdted az orvosit, és hamar kikristályosodott az, hogy a gyermekgyógyászat az, ami felé elindulsz? Hát őszinte leszek, hogy nem. Az sem? Az sem. Na ott mi lendített, ott mi terelgetett? Hát szerintem igazán a 6. évben, amikor úgy az embert látja a klinikai gyakorlatokat gyerekgyógyászatból, akkor volt egy hosszabb blokk, és tulajdonképpen ezek a gyakorlatok indítottak el azon az úton, hogy akkor most válasszunk a nagy tárgyak közül, belgyógyászat, neurológia, pszichiátria, mert a pszichiátriát is nagyon kedveltem, érdekesnek találtam. És akkor így jött a gyerekgyógyászat, hogy amikor jelentkezni kellett kórházba, akkor először komáromi gyerekosztály, aztán tatai gyerekosztály, és akkor jöttem közelebb, akkor Tatabányán ott egy felnőtt nefrológia, tehát vese lett volna, és aztán úgy magától talált meg, ahogy mondtad is, az élet azzal, hogy esetleg a gyerekklinikán lehet dolgozni majd. És utána sem volt abban gyakorlatilag sok tudatosság, hogy onkológia, hematológia? Vagy ott azért már határozottabb voltál? Hát amikor fölmerült, akkor igen. Tehát, hogy alapvetően visszaemlékezve a fiatalságomra, volt egy kicsit rákfóbia bennem. Tehát, hogy azt bizonyossággal állíthatom, hogy onkológus, mint olyan daganatgyógyász nem szerettem volna lenni. És aztán, amikor viszont megtalálta a Tulassai professzor, az intézmény vezetője annak idején azzal, hogy közvetlenül szakvizsgám után,
hogy lenne egy üresedés a klinikának a gyerekonkológiai osztályán, akkor végig gondoltam, és azt mondtam, hogy igen, hát ez egy nehéz szakma, kevesen választják, magam sem erre irányultam az elején, és békében és nyugalomban lehet gyógyítani, és miután előtte olyan szakmák, vagy olyan szubspecialitások voltak előttem, mint a diabétes, cukorbetegség, a krónikus vesebetegek, mindegyik krónikus betegség, akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon hasonló történet, vágjunk bele. Itt valószínűleg békében fogok dolgozni. És a félelmeidről, amikor megkaptad ezt a megkeresést, a későbbi mestered, így is beszéltél a professzor úrról, akkor erről a félelemről ilyenkor szabad? Lehet beszélni? Mertél beszélni róla? Nem beszéltem vele, ott ez nem is fogalmazódott így meg tulajdonképpen, hogy akkor most én ettől féltem és belevághatok-e. Azt hiszem, hogy egy kihívás volt, egy kihívás, aminek meg kell felelni, és azt a félelmet le kell győzni, és tovább lépni. És ez sikerült az idő előre haladtával? Abszolút. Nem mélyült eleinte? Úgy képzelem el, hogy amikor a félelmeddel szembe találkozol, akkor eleinte, mintha még rosszabb lenne, aztán jó esetben távolodsz attól a dologtól. Nem volt jellemző, sőt, gyerekként, mint nagyon sok gyerek, sokszor fölriadtam éjszaka, és azon gondolkoztam, hogy milyen lesz, hogyha meghalok, mi lesz utánam velem, mi lesz, milyen lesz a világ tovább, és milyen úgy lenni, hogy nem vagy. Tehát ezek a halálfélelmek sok gyerekben sokszor megvannak. Ez a halálfélelem bennem is megvolt, és ezt is le kell legyőzni, különösen a későbbiekben, és azt gondolom, hogy ez is sikerült. Tehát azt mondod, hogy így, hogy palliatív szakember lettél, és tulajdonképpen most az egyik legnagyobb szakember vagy ebben a témában itthon, ezt bátran mondhatom, így azt mondod, hogy megbékéltél már azzal a saját ámulásoddal is? Igen. Ezt hogyan? Hogyan lehet elérni? Hát ez mindannyiunk legnagyobb félelme, amivel ezt nem tudunk megbirkózni. Én azt gondoltam, hogy senki. Biztos, hogy el kell gondolni azt, hogy hogyan éltünk, milyen az életünk, és azt gondolom, hogy számomra ez jelenti azt, hogy meg tudok békélni a halálommal, hogy egyrészt gondolkodok rajta, gondolkodtam rajta, nem elfutni próbálok előle, hanem ezzel együtt élni, hogy ez hozzá tartozik, és úgy élni, hogy leéljem az életemet addig, ameddig meg nem halok. Az egy konkrét döntés volt az életedben, hogy kuratív vagy palliatív ellátás, vagy ezt lehet egyszerre is csinálni? Én azt gondolom, hogy egyszerre kell csinálni. Egyszerre kell csinálni, de nem feltétlenül, sőt, leginkább nem ugyanannak az embernek kell csinálni. Ez egy csapatmunka. Azt hiszem, hogy mondjuk Leonardo és Michelangelo korszaka után elég kevés polihisztorról beszélhetünk. Lehet, hogy még lehet sokáig bővíteni azért a kört, de ma már senki nem gondolhatja azt, hogy mindenhez ért. És talán ezt is el kell engedni, hogy a sok mindenhez értés nem azonos a mindenhez értéssel. És a kuratív, tehát az, hogy valakit meggyógyítok, megszabadítom a betegségétől, foglalkozom a betegség által és a kezelés által okozott mellékhatásokkal is, és megpróbálom visszahelyezni a normál élhető életbe, tehát rehabilitálni. Ez egy hosszú folyamat.
ennek is több szereplője kell, hogy legyen, és hogyha a gyógyítás nem sikerül, és a betegséget nem tudom megállítani, és arra kell fókuszálnom, hogy a betegséget kordában tartsam, élhető életet biztosítsak, és hogyha a halál bekövetkezik, akkor utána az itt maradtakkal is foglalkozzak, azaz a gyógyítás után egy palliatív kezelés, és utána egy gyászkezelés legyen, akkor ha ezt megnézzük, akkor itt legalább 4-5 féle különböző szakember van, és akkor még nem beszéltünk azokról a segítőkről, segítő szakemberek, akik dietetikusok, gyógytornászok, hanem körülbelül 4-5 féle orvosszakmáról, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tímtagokról. Ezt azért kérdeztem, hogy kellett-e választani a kettő között, mert hogy az orvosokról ugye él a társadalomban egy olyan kép, az én fejemben is él egy olyan kép, hogy arra szerződtetek, hogy gyógyítsatok, hogy nektek az a siker. És téged is nagyon sokszor olvastam veled, néztem veled interjúkat, és nagyon sokszor kérdeznek téged a sikerről. Akkor neked a siker egy kicsit ilyen szempontból más értelmet nyer. Tehát nem biztos, hogy a gyógyítás a te sikered minden esetben. Ez így van. Tehát a siker az, hogyha abból a helyzetből, amiben a beteg, a családja, és nyilván jó magam is, tehát a kezelő tím került, abból a lehető legtöbbet hozzuk ki. Tehát számomra ez a siker, illetve nyilván a siker definíciója mellé oda kell tenni a kudarcnak is a definícióját, hogy ha én a kudarc felől nézek valamit, és ezt a kudarcot akarom kerülni, akkor lehet, hogy másképp döntök, mint hogyha a siker felől nézem ezt a történetet. És hogyha azt mondom, hogy a kudarcot elkerültem, az már önmagában egy siker, akkor azt hiszem, hogy egy kicsit más dimenzióba helyeződik ez a kérdés. Ez neked is segít? Hogy nem kudarcként éled meg, hogyha elveszíted a betegedet? Abszolút. Tehát ugye úgy fogalmaztál, hogy az orvosnak a gyógyítás a siker. De hogy hát, arra szerződtetek. Vagy arra szerződtünk, igen. De hogy tényleg arra szerződtünk-e? Tehát arra, hogy mindent megteszünk a gyógyulásért. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy az emberek, a társadalom elkezdi elhinni, hogy mindent meg tudunk gyógyítani, és mindenre van tökéletes és egy igaz válasz. Hadd ne menjek bele most a COVID kapcsán kialakult vitákra. De hogy megpróbáljuk ezt elhinni, ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy mindenre van egy megoldás, és mindenre tökéletes megoldás van, és akkor az azt jelenti, hogy mindent meg fogunk gyógyítani, minden tökéletesen meggyógyítható, és tulajdonképpen innét már csak egy nagyon pici lépés az, hogy tulajdonképpen mindenki egy kis pici jóisten legyen, vagy egy nagy jóisten egy fehér köpenyben. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy emberek vagyunk, és ez sokak számára valószínűleg nehéz, de hogy emberek vagyunk, nem vagyunk tévedhetetlenek, nem vagyunk tökéletesek, nem fogunk mindent meggyógyítani. El kell fogadnunk, hogy vannak gyógyíthatatlan betegségek jelenleg. Nem kell beletörődni. Küzdeni kell, újabb és újabb lehetőségeket találni, de pont ez kerekíti azt ki, hogy vannak, akik ezzel foglalkoznak, erre teszik az életüket, hogy egy betegség ellen küzdjenek, mi pedig azért küzdünk, hogy annak a betegnek a rendelkezésre álló legtöbbet megadjuk. Illik erről beszélni például egy szülővel? Direkt kérdezem így. Illik elmondani, hogy te nem vagy jó Isten, amikor csak azt látja benned, hogy de igenis az vagy, és megmented a gyerekét és őt? Azt gondolom, hogy igen. Tehát hamis illúziót biztos, hogy nem lehet táplálni. Nehéz kérdés az, hogy mikor, milyen mélységben és hogyan tájékoztatunk valakit arról, egy szülőt, vagy éppenséggel egy gyermeket arról, hogy ő neki a betegsége gyógyíthatatlan.
kivel nehezebb ilyenkor beszélni? Az, aki bezárkózik. Tehát, hogy... A gyerekkel, vagy a szülővel? Értem a kérdést, szándékosan próbáltam elkerülni, mert hogy van olyan, hogy egy gyerekkel könnyebb beszélni, ha tudok vele beszélni, hogyha hagyják, hogy beszéljek. Mert hogy sokszor van az, hogy a szülő úgy jön, hogy de a gyereknek biztos, hogy nem fogják megmondani, illetve nem mondhatják meg, így is érkeztek már a házba. És azt gondolom, hogy talán egy alkalomra emlékszem, amikor nagyon nagy nehézségekbe ütköztünk azáltal egy serdülő gyereknél, hogy megmondhatjuk-e, de ez volt, ha jól emlékszem, talán 6-7 éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már azt gondolom, hogy ez a helyzet sem következne be. Tehát a gyerekkel sokszor őszintébben lehet beszélni, mint a szülővel, de hogyha ők nagyon együtt vannak, bezárkóznak, körbeveszik egymást, akkor nagyon nehéz őket megközelíteni. Van egy személyes példám, az én nagypapám 75-ben hasnyálmirigyrákban halt meg. És mind a mai napig, ez benne van a mi családi legendáriumunkban, hogy nem mondhatták meg neki, hogy 8 hónapja van. Az édesanyám és a nagymamám nem mondhatták meg, az orvosok kifejezett kérése volt. A képzés akkor így működött? A szakma akkor így működött? Változott ebben valamit azóta? A világ nyilván változott. Abszolút, és nemrég volt egy jubileumi esemény, ahol a Magyar Hospice Alapítványnak a jubileumi online emlékezés napja volt, és ezen hallottam, ami számomra újdonság volt, pedig hát azért 31 néhány éve már dolgozom orvosként, hogy úgynevezett kettőzáró jelentések születtek, amiben az egyikben a kórház részére benne volt az igazság, a másik meg valami rózsaszín dolog, ami a család, ami a beteg számára készült. Abszolút elfogadhatatlan és hihetetlen. Tehát én hála Istennek ilyet nem kellett, hogy írjak, de hát hogyha végig gondolok, hogy ez 30 éves jubileum, és hogy én 32 éve a pályán vagyok, akkor érinthetett volna. De hogy igen, voltak szakmák, valószínűleg onkológiákon, vagy olyan krónikus osztályokon, hogy ezt tanították-e? Nekem soha. De hogy ez volt. És hogy hogyan kommunikálj a családdal, hogy hogyan kommunikálj a beteggel egy ilyen helyzetben, azt tanították, vagy az benned volt? Azt hoztad valahonnan azt a tudást, hogy ezt hogyan kell, hogyan kellene? Abszolút. Tehát, hogy nyilván, és ezt tanítják is, mondják is, hogy a kommunikációs készség, megérezzük, az nem mindenkiben egyforma. Az, hogy ki hogy kommunikál, az abban benne van a neveltetése, benne van a kultúrája, értem ez alatt, hogy miket tanult, látott, olvasott, hogy fogalmaz, tehát ezek benne vannak, milyen a viszonya az emberekkel, szereti-e őket, odaül-e közel valakihez, vagy távolabb. Ezeket hozza, de ugyanakkor a kommunikációnak nagyon nehéz és tanulható részei is vannak, és ezekre oda kéne figyelni. Nem tanítottak kommunikációt sem, orvosi kommunikációt sem, és óriási fegyvertény az a világtól, az egészségügytől, és még a palliatív szakmától is, hogy az orvosegyetem alatt mondjuk szabadon választhatóan, de legalább ott van, vagy a rezidens képzésben szervezetten ott van, vagy az, hogy mondjuk van ilyen szervezet, hogy pozitív attitűd formálás az egészségügyben, ott, ahol tanítanak a kommunikációra egymással a szakmával, és a beteggel való kommunikációra.
A Tábita Ház 2011-es indulásáig volt tereped, volt lehetőséged arra, hogy gyakorold a palliatív ellátást gyerekosztályon? Részben önkéntelenül, de igen, hiszen gyerekonkológiai osztályon dolgoztam, és a gyermekklinikán egyrészt egy jó hangulatú és elfogadó lehetőség volt az onkológiának a gyakorlására, és sokszor éreztem azt, hogy nem egyformán közelítünk meg mondjuk a akkori főnökömmel, akitől nagyon sokat tanultam, ugyanakkor kommunikációban, és különösen életvégi kommunikációban biztos, hogy voltak különbségek, hogy egy adott helyzetben egy rózsaszínebb jövő lehetőségét vázolom föl, vagy azt mondom, hogy igen, itt nem biztos, hogy sikerünk lesz, és a gyógyulás érdekében nem szabad feláldoznunk az életnek bizonyos örömeit. Tehát ott elindult benned, hogy azon az osztályon megvalósítani, amit te szeretnél, azt nyilván nem lehet, hiszen kórházi intézményi kereteken belül gyerekhospiszház nem tud működni, hiszen éppen az a lényeg, nem? Hogyha nagy a baj, hogyha egy életvégi ellátásra készültök fel, az ne kórházban történjen, az ne otthon történjen, hanem egy olyan békés helyen, egy olyan csoda helyen, mint a Tábita Ház. Itt már akkor megmutatkozott a hiány, hogy cselekedni kell. A hiány megmutatkozott, de hogy ez inkább egy palliatív szemléletű gyógyítás volt, vagy a palliatív munkának azok a csírái, amiket az ember önkéntelenül meg tud tenni, hiszen erre senki nem tanított ott, és akkor, és hát legyünk őszinték, azért 89 és mondjuk 94 és 2000 között azért a külső kitekintés sem volt olyan óriási, inkább, tehát ezek csírák voltak, és egy picit szeretném azt pontosítani, amit mondtál, hogy a palliatív ellátást ott kell biztosítani, ahol a betegnek és a családja számára a legjobb, ahol optimális. Ez lehet kórház is, mert hiszen például egy újszülöttnek, aki élettel összeegyeztethetetlen rendellenességgel születik, és tudjuk, hogy akár órái, napjai vannak hátra, sokkal nagyobb kihívás az, hogy mondjuk így összecsomagolni és elvinni valahova, és van ilyen, erről is beszélhetünk majd, vagy éppenséggel valaki egy intenzív osztályon fekszik egy lélegeztetőgéppel, szervpótló kezelésekkel, vagy éppen egy őssejttranszplantációs osztályon egy steril boxban van úgy benne, hogy nincsenek sejtjei, és tudjuk, hogy már nincs lehetőség. Őket nehéz lesz kimozdítanom a kórházból, vagy éppenséggel egy olyan helyzet alakul ki egy krónikus betegségben, ahol az életet még meg lehet hosszabbítani, élhető módon is egy kórházhoz kötve, vagy a betegnek mondjuk van 1-2-3-4 testvére, és van egy szobájuk, és azt mondja a szülő, és mondjuk az életvég az nem biztos, hogy szépen fog zajlani, értve ez alatt vérzéseket, oxigén hiányt, és azt mondja, hogy ő nem tud többet bemenni abba a szobába majd, ahol ez a gyermekét el fogja veszteni, vagy akár más szeretjét. Nem tud bemenni abba a szobába majd, de azt a szobát muszáj, hogy használja. És hogy ezt nem tudja nézetni a többi gyerekkel, vagy más hozzátartozóval, akkor ebben az esetben biztosítani kell számára az intézményt, a hospiszházat, viszont ha otthon szeretné ugyanezt megtenni, békében a többi gyerekkel együtt, nemrég kísértem egy olyan kisgyereket, ahol 5 gyermek volt, és 4 testvére mellett halt meg otthon, hogy
mindenkinek meg kell adni arra a lehetőséget, hogy ott tudjon meghalni, ahol neki és a családjának jó. Akkor pontosítok én is egyet, hogy a szemlélet jó, ha mindenhol ott van, jó, ha az osztályon ott van, jó, ha tudtok segíteni, erőtökön felül ugyan, de tudtok segíteni otthon, de azért mégiscsak kellett a ház. Abszolút. Miután, ahogy beszéltük is, hogy ennek kell egy ilyen szintere, és Magyarországon nem volt ilyen. És Magyarországon most van egy ilyen, nagyon jó lenne, ha nagyobb lenne, dupla ekkora lenne, amire már vannak tervek, vagy akár még egy picit nagyobb is, mert hiszen egy közel 10 milliós, vagy 9 meg egy pici országban 5 ágyat dedikálni erre, az biztos, hogy nagyon kevés. Vannak országok, ahol nincs hasonló jellegű intézmény, de nővérek egész napot el tudnak tölteni a családdal otthon. Tehát egy más struktúrát építettek föl, de az, hogy egy vagy két ilyen ház legyen, az gyakorlatilag majdnem mindenhol, ahol fejlett palliatív rendszer van, egy országnak meg kell, hogy legyen. A Tábita oldalán elolvastam a bemutatkozásodat, és azt gondolom, hogy ott a kollégák, a munkatársaid írták rólad össze, hogy mi a te szupererőd. Én mindegyikről egyébként órákat tudnék veled beszélni, mert hogy ugye ott van a rengeteg energia, azt értem. Aztán ott van az örök lelkesedés, azt akarom érteni, de közben olyan érdekes egy mondatban látni az örök lelkesedést, és hogy nagyon sokszor az a munkád, nyilván nem a legnagyobb százalékban, de hogy kísérj, hogy elengedj gyerekeket. Itt ebben már nekem belefacsarodik a szívem. Aztán ott van az életszeretet és a humor, ami nyilván a felszínen tart, de mégis van benne egy olyan, de olyan feloldhatatlan ellentmondás. Nagyon érdekes, hogy a gyerekektől is, akik nagyon sokszor ugye kevésbé élik meg, vagy más módon élik meg a halált, a halál jövetelét, és sokkal inkább tudnak, ha képesek rá, élni az utolsó pillanatig is, és nem az elmúláson keseregni, hogy úgy mondjam, és néhány nappal az élet megszűnése előtt még fanyar humorral és vagy külső szemlélő számára fanyar humorral, de tényleg őszinte humorral, és tényleg őszintén mosolyogva képesek. Tehát nekünk is képesnek kell ahhoz lenni, hogy ők a természetességet és az életet érezzék maguk körül. Tehát ez felszínen is tart, de hogy tényleg őszintén jön, és azt hiszem, hogy igen, az élet igellésének az egyik része. A humor, a mosolygás, az öröm. És lehet, hogy persze nagyon furcsa időnként egy-egy szituációban, egy-egy mondat, vagy a tábitába, hogyha bejön valaki, és akkor vidámságot, ha ez valószínűleg számára furcsa, de hogy erről szól az élet. De szabad neked, megengeded magadnak, hogy szomorú legyél? Néha. Bent, egyedül a szobában. Abszolút, persze. Tehát nagyon el tudok szomorodni, és nagyon furcsa lehet, de nagyon szeretek egyedül lenni. Tehát, hogy imádom a közösséget, a sportokban is mindig azt szerettem, ahol csapatsport van, ahol egymással játszottunk, ahol oda lehet figyelni a másikra. Ugyanakkor Jó egyedül, egy kicsit bekapcsolni zenéket, legyen a szomorú, akár melankólikus, vagy csak egyedül lenni a kertben, vagy valahol az erdőben, egy patakparton, vagy ülni egy motoron, és csak a száguldozni, azt nem szeretek, de hogy legalább egy kicsit gyorsan menni, meg élvezni a szelet. Tehát az egyedül lét, és hogy a saját gondolataimat egy kicsit megfésülni, rendbe rakni, ez nagyon fontos. Mert hogy azt mondtad még a beszélgetés elején, hogy van ez az elvárás, hogy jó istenek vagytok, hogy mindent meg tudtok oldani, de hogy ez nem így működik, de nekem most már évek óta ismerlek és figyelem a munkádat, nekem mégis az az érzésem, Gábor, hogy azért ott van a jó istenség. Mert hogy valami olyat vállaltok, és olyat csináltok végig nap, mint nap,
amiben más biztosan belerokkanna. És felszínen tartjátok a családokat, mert hogy a Tábita háznak ez is hát talán a legfontosabb, hogy amikor megtörténik a tragédia, akkor még mindig ott vagy, és még mindig életigenlő vagy, és még mindig ott vagy a családnak, aki elveszítette a gyerekét. Hát nagyon fontos, hogy egy csapat vagyunk, tehát hogy segítjük egymást, hogy örülünk egymásnak, és ez nagyon fontos, és talán sok helyen ez hiányzik az egészségügyből ma Magyarországon, hogy megtalálják egymást az emberek. Hogyha nekem egy kicsit nehezebb, akkor valaki alám nyúl, és egy kicsit megemel, hogy tegnap nagyon rossz hangulatban mentem be a házba, és az ápolási vezetőm egy körülbelül fél óra után egyrészt kimert nevetni, hogy Gábor ma a szörnyű napod van, és hogy odajött, és átölelt, és hogyha utána valakinek egy kicsit főnökként beolvastam, akkor utána odament, hogy igaza van, de majd kicsikét rosszabbul mondta meg, mint szokta. Tehát, hogy ez a csapatmunka segít abban, hogy erősek maradjunk, hogy minden pillanatban legyen erőnk, akkor is, amikor ezt nem érezzük. Azt gondolom, hogy igen, valamiféle megszállottság vagy felsőbb erő segítheti a munkánkat, hogy ezt honnét merítjük ki, honnét meríti. Ez nyilván az ő hite és az ő gondolatvilága, az ő spiritualitása is benne van. És hogy tulajdonképpen a segítség az, ami szerintem inkább dominál ebben. A mi értekkel te még foglalkozol? Vagy azt hamar elengedted? A gyerekhalála kapcsolatban ugye az szinte az első kérdés, de miért? Hát ő senkinek nem ártott, ő magának sem ártott. Soha. Mivel ártott volna? A miért, azt gondolom, hogy itt egy picit talán technokratább a gondolkodásom, hogy a miért azért fontos, hogy a gyógyítás folyamatában ezt bele tudjam helyezni, hogy adott esetben a gyógyulás érdekében bevetett szerek változtathatnak-e, okozhatnak-e újabb károkat, hogy ennek a betegnek a betegsége ki fog-e hatni a szülőre. Van olyan, hogy a gyermek súlyos betegsége kapcsán derül ki egy genetikai probléma a szülőben, hogy a testvérben meg tud-e majd nyilvánulni esetleg. Ezek fontos kérdések, és mondjuk hadd mondjak egy példát, hogy azért ez is különböző szemlélet alapján, hogyha egy betegről mondjuk kiderül az, hogy neki van egy genetikai mutációja, ami a betegségét, a daganatát okozza, és mondjuk ez a gyerek az élete végén van és haldoklik, akkor esetleg egy kutató jellegű és kevésbé kommunikatív orvos odarohan a családhoz, és azt mondja, hogy gyorsan vegyünk mintát mindenkitől, hogy igazoljuk ezt a mutációt. És akkor egy kicsit más szemléletű orvos az azt mondja, hogy várj egy picit, a beteg élete végén jár, őtőle van mintánk, a többiek itt fognak maradni. Hogyha most veszek egy mintát a családtól, akkor ő nem csak azon fog gondolkozni, nem azon fog gondolkozni valószínűleg, hogy akkor most de jó, majd bennem is megnézik, hanem eszébe jut, hogy én is így fogom végezni. Tehát, hogy lehet várni egy picit. Tehát, hogy meg kell találni annak a helyét, amikor egy újabb küzdelmet nyitunk. Tehát a miért az nagyon sokszor fontos, de hogy nem elsősorban a tudásvágyat kell helyezni az előtérbe. Tehát ezt a miértet meg kell kérdeznünk, de van olyan szituáció, amikor hozzám is életvégi ellátásra érkező beteg, mert hogy bennük van, megkérdezik, hogy tudok-e valamit arról mondani, hogy ez miért alakulhatott ki. És
és akkor az ember azt mondja, hogy lehet, hogy nagyon sokat lehet ezen ötletelni, lehet, hogy ezt valamikor meg fogjuk fejteni, de most nekünk nem erre kell fordítani az időnket, energiánkat, hanem arra, hogy, hogy hogyan tovább, és milyen örömökkel meddig. Ezeket a hogyanokat leírod? Szoktál írni? Hát ez az igazság, hogy nem. És ez éppen tegnap hangzott el, hogy egyrészt szabad meglepődni. Tehát, hogy szerintem az tök jó, hogyha az embert érik meglepetések. És nagyon sajnálom azokat, akik úgy érzik, hogy őket már nem lepheti meg semmi. Egy tünetben, egy gyereknek a sorsában, egy családnak a reakciójában, hogy ilyet már láttam, hasonlót láttam, és szabad meglepődni. És hogy talán ezeket a meglepetéseket, talán ezeket a tapasztalatokat nagyon jó lenne leírni. De az az igazság, hogy annyit dolgozom, hogy egy picit regenerálódni kell. És aztán majd ezek eszembe fognak jutni. Egy ilyen kellemes nyugdíjas korról azért álmodom. Tehát, hogy akkor talán ott majd erre lesz lehetőség. De azt gondolod, hogy lesz egy olyan pont, amikor el tudod engedni a kezét mondjuk a tábitaháznak? Hogy teljesen, az valószínűleg nem. De hogy lehet, hogy pont az jelenti a készfogást, hogy leírom azokat az emlékeket, amikkel megküzdöttünk, hogy ezt valaki el fogja majd olvasni, hogy ez segít másoknak, vagy éppen csak majd leülök és mesélek erről. És amúgy nagyon fontosak ezek az emlékek, tehát, és köszönöm, hogy te is kicsit kinyitottad ebbe is a szemem, hogy tényleg tök jó dolog, hogyha az ember ezekről beszél, de hogy ezeket egy picit úgy rendszerbe foglalva, hogy ezeket a meséket valaki elolvassa, majd ezeket az embermeséket. Nagyon reméltem, hogy ezt fogod mondani, és zárásképpen még annyit mondanék, hogy ugye azt mondtad, hogy szabad meglepődni, de azt gondolom, hogy nem szabad nem leírni a te történeted és a tábitaház történetét. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez megszületik, ez a mű. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Könyv mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.